Köszöntöm kedves nézőinket Mindennapjaink című magazin műsorunkkal. Augusztus 20-án Kalocsán a városi megemlékezésre és a koszorúzásra az Asztrik téren az országzászló emlékműnél került sor. A központi ünnepség után átadásra kerültek a példaértékű munkáért és életpályáért járó elismerések is. A programsorozat része volt a hagyományos kenyérszentelés is, az új kenyeret dr. Mészáros István prépost kanonok áldotta meg. Kalocsán az augusztus 20-ai programsorozat érseki szentmisével kezdődött a Főszékesegyházban, majd az Asztrik téren folytatódott a központi városi megemlékezéssel. Államalapító Szent István királyunk és a nemzeti ünnepünk tiszteletére az országzászló emlékműnél Simon Zoltán mondott beszédet. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplők! 2020. augusztus 20-a van. Ez az év oly sok emléket, keserű emléket és kemény megpróbáltatásokat hozott mindannyiunknak. De ez a nap Szent István király ünnepe. A mai napon, ezekben az ünnepi pillanatokban önökkel együtt Szent királyunkra emlékezhetek. Az első gondolatom az volt, hogy Szent István nem csak szellemében, hanem testi valóságában is a mai napig velünk van. Ez jelképezi a Szent Jobb, amely isteni sugallatra mindig azt tette, amit kellett. Fegyvert fogott, adományozott vagy elvett, elismerést osztott, figyelmeztetett, vagy imára kulcsolódott. Ez a kéz egész életében azért fáradt, hogy összefogja népét, hogy egységes, összetartó nemzet legyen a magyar. Az összeszorított ököl nem a fenyegetés jele, hanem reményt és bátorságot adó tudatosságot sugároz. Idézzük fel hát alakjának és életművének évszázadok óta velünk élő, sugárzó hatását. Egy közel 1000 évvel ezelőtti esemény adja ennek az alapját, amelyre Hartwig győri püspök Szent Istvánról szóló életrajzában így emlékezik. Lelkét az Úr megtestesülésének 1038. évében a mindenkor szűz s a szent angyalok kezeibe letette. Ezzel lezárult a középkorban szokatlanul hosszú 4 évtizedes uralkodása, amely során befejezte apja Géza fejedelem megkezdett művét. A Szent Istváni legenda beteljesedett. Kedves barátaim! Az apa és a fiú, a fejedelem és a király, a jellemében és hitében jelentősen különböző, de a kor elkerülhetetlen követelményeit megértő két személyiség, a történelem országútján egymás nyomába lépve azonos cél felé haladt. A büszke és gőgös apa, a fejedelem, a szükségszerű lépéseket racionálisan felismerve elindult az úton, és bár megkeresztelkedett, ősi szokásait sosem adta fel. Géza fejedelem ismert mondása volt, vagyok én akkora úr, hogy egyszerre két Istent is szolgálhassak. És a fiú, aki a szükségszerűség tudatos keménységével, ugyanakkor mély keresztényi hittel és alázattal végigment ezen az úton, és a nagy művet sikerrel befejezte. Hány tudományos és szépirodalmi művet sorolhatnánk, ami a két nagy ember sajátos, ellentmondásos kapcsolatáról szólt. Elég talán a Szabó Magda és Sütő András gyönyörű történelmi drámáira gondolunk. Múlhatatlan történelmi érdemük, hogy megértették a kor parancsát, felismerték a magyarság válságos helyzetéből kivezető egyetlen utat,
amely a középkori keresztény országok rendszerébe történő beilleszkedést jelentette. Ezzel megmentették a magyarságot a pusztulástól, ami a nálunk jóval erősebb és nagyobb népcsoportokkal, besenyőkkel, hunokkal megtörtént. A Kárpát-medencében igazi haza született. Szent István megalkotta a független keresztény magyar államot. A kiépített államszervezet és a ránk maradt két törvénykönyve azt mutatják, hogy jogbiztonság tekintetében Magyarország az élen járt. Méltán idézhetem Pákolic István költő szavait, mely szerint fölismerésed király bölcsesség lett, megőriz sivár századokon által, törvényhozó vagy, a nagy korszerűséged, hogy otthont teremtettél a hazában. Tisztelt ünneplők! Állam és egyház szétválaszthatatlan egység volt a középkorban. Az egyház szervezés nagy és szent feladatának az alapját is az apa, Géza fejedelem rakta le, amiben keresztény feleségének, az erdélyi Saroltának a befolyása is érvényesült. Prágából hívta meg Adalbert püspököt, aki később mártír halállal lépett a szentek közé, aki ma az esztergomi bazilika védőszentje, hogy Istvánt tanítsa, nevelje, oktassa. Adalbert püspök volt az, aki a fejedelmi ifjút megbérmálta, lelki fejlődését biztosította. Nagy szerepe volt abban, hogy amikor atya halálakor István átvette a fejedelemséget, a keresztény szellem és a vallásos világnézet már szilárd gyökereket vert lelkében. Az ifjú fejedelem létrehozta a magyar katolikus egyházszervezetet, szerzeteseket hívott az országba, apátságot alapított, kolostorokat építetett. Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. Munkájának jogi megerősítéséért Asztrik apát útján II. Szilveszter pápához fordult, aki koronát küldött számára és azt a kiváltságot adományozta neki, hogy püspökségeket alapíthasson, és egyházi főméltóságokat nevezhessen ki. Így jött létre a magyar egyházszervezet, amelynek részeként Kalocsa is érseki rangra emelkedett. És ezt követően Asztrikot kinevezte Kalocsa első érsekének, akinek földi maradványait a Főszékes Egyház altemploma őrzi. Ezer karácsonyán, egyesek szerint 1001 januárjában Istvánt királlyá koronázták, a nagy mű beteljesedett. Létrejött a szuverén, erős, keresztény, magyar nemzeti királyság. Szent István ünnepe a kereszténység mellett tett hitvallás. Kedves honfitársaim, a változást, amelyet Szent István hozott, jól megvilágítja egy világpolitikai jelentőségű tény, trónra lépése előtt jó 40 évvel a magyar lovas csapatok még halálosan fenyegették a nyugatot és a kereszténységet. Gondoljunk a kor fohászára. A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket, mondták a nyugati keresztény emberek. Az új magyar királyság ezzel szemben a keresztény nyugat előretolt bástyája lett, az előre nyomuló mongol és török veszély ellen az évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók barbárságával szemben. Számtalan magyar vitéz halt hősi halált Istenért, a hazáért és a kereszténységért. Élete végén az egyre inkább magába forduló, hitében megnyugvást kereső király
fájdalmas megrázkódtatás érte egyetlen fiát, akit örökösének szánt, tragikusan elvesztette. Hite ismét hatalmas próba elé állította. Kit válasszon utódjául? Az Árpád nemzetség egyetlen közvetlen leszármazottját válassza-e, aki a régi rend és vallás híve, vagy nővérének és a velencei dózsénak a fiát, aki katolikus szellemű, de nem magyarként nevelkedett. Mit féltsen jobban, a hitet vagy a magyarságot? Ez volt az óriási kérdése és dilemmája. Az új hit mellett döntött, mert bízott a magyarság belső erejében. Halálakor, mint egy lelki végrendeletként, a boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel országát és koronáját. A történelem szép gesztusa, hogy erre is emlékezhetünk most, hiszen néhány napja augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén volt ennek az eseménynek az évfordulója. Azóta Szent István a nép szívében legendás hőssé, népe apostolává, védelmezőjévé és Magyarország eszményévé vált. Benne és vele a korona, királyság, nemzet szinte misztikus egységé olvadt össze, nemzetfenntartó erővé vált. Állam és egyház alapítónk közel 1000 éve halott. Műve azonban megannyi megpróbáltatás ellenére is él. Él a magyar államban, él a katolikus egyházban, és él a közös nemzeteszmében. A jövővel szembeni becsületbeli kötelességünk, hogy éljen mindaddig, amíg magyarul beszélnek, gondolkodnak és imádkoznak ezen a földön. Ismét Pákozi István szavait idézve, hazát szerezni keserves, nehéz volt, megtartani még nagyobb erőpróba. Tisztelt ünneplők! Történelmünk a nemzeti és emberi megpróbáltatások sorozata volt. A közelmúltban és a jelenben is számtalanszor kell bizonyítanunk erőnket, összefogásunkat, élni akarásunkat a Szent Istváni gondolat jegyében. Éppen 100 éve, hogy a nemzetközi politika igazságtalan, fondorlatos és magyar ellenes tevékenysége a ránk hagyott legnagyobb nemzeti kincsünktől, a szülőföldünktől fosztott meg milliónyi magyart, vagy szakított ki az anyaország testéből. De Trianon sem tudta megtörni magyarságunkat. Mi akkor is együtt voltunk, és együtt vagyunk ma is. Se nemzetközi politikai erők ma is újra és újra megtesznek mindent ellenünk. Külföldi erők belföldi támogatással olyan változásokat akarnak ránk kényszeríteni, amelyek alapvetően megváltoztatnák hagyományainkat, életünket és magyarságunkat. De erősek vagyunk és egységesek. Ma kontinensünkön folyik háború, így zajlik a szemünk előtt. Egy szinte láthatatlan, erőszakos, saját kultúránkat meghódítani és kereszténységünket elpusztítani akaró hatalom ellen kell védekeznünk. Ez a mi felelősségünk nem csak a magyar kormányé, hanem minden magyar emberé. Mindannyian látjuk és tudjuk, hogy csak az összefogás, az egymásért történő kiállás hozhat eredményt. Ez még a természeti, biológiai csapásokat is legyőzi. Ez segíti, hogy fegyelmezettségünkkel úrrá tudtunk lenni a mostani szörnyű járványon, és a világon is kiemelkedő módon, a lehető legkisebb szenvedésekkel és veszteségekkel meg tudtuk védeni életünket
értékeinket, gazdasági lehetőségeinket és fejlődésünket, amelyben döntő jelentősége van polgári keresztény kormányunk döntéseinek, határozatainak. Kedves barátaim, bíznunk kell abban, hogy erősek vagyunk, hogy együtt tovább tudunk menni az általunk kitűzött úton. Az elmúlt években bebizonyítottuk, hogy az újításoknak és változtatásoknak köszönhetően Magyarország a kontinens egyik legdinamikusabban fejlődő és erősödő országává vált, és ezen eredmények következtében idősödő, fogyatkozó nemzetből fiatalodó, megújuló nemzetté váljon. Az ezredéves bástyák rég voltak olyan erősek, mint ma. Építsük hát tovább együtt nagy királyunk örökségét. Szent István király napja a keresztény-magyar államalapítás, a magyar állam ezer éves folytonosságának emléknapja. Magyarország születésnapja. Isten éltessen sokáig Magyarország. Köszönöm szépen a figyelmet. A jövővel szembeni becsületbeli kötelességünk, hogy éljen mindaddig, amíg magyarul beszélnek, gondolkodnak és imádkoznak ezen a földön. Ismét Pákozi István szavait idézve, hazát szerezni keserves, nehéz volt, megtartani még nagyobb erőpróba. Tisztelt ünneplők! Történelmünk a nemzeti és emberi megpróbáltatások sorozata volt. A közelmúltban és a jelenben is számtalanszor kell bizonyítanunk erőnket, összefogásunkat, élni akarásunkat a Szent Istváni gondolat jegyében. Éppen 100 éve, hogy a nemzetközi politika igazságtalan, fondorlatos és magyar ellenes tevékenysége a ránt hagyott legnagyobb nemzeti kincsünktől, a szülőföldünktől fosztott meg milliónyi magyart, vagy szakított ki az anyaország testéből. De Trianon sem tudta megtörni magyarságunkat. Mi akkor is együtt voltunk, és együtt vagyunk ma is. S a nemzetközi politikai erők ma is újra és újra megtesznek mindent ellenünk. Külföldi erők belföldi támogatással olyan változásokat akarnak ránk kényszeríteni, amelyek alapvetően megváltoztatnák hagyományainkat, életünket és magyarságunkat. De erősek vagyunk és egységesek. Ma kontinensünkön folyik háború. Így zajlik a szemünk előtt. Egy szinte láthatatlan, erőszakos, saját kultúránkat meghódítani és kereszténységünket elpusztítani akaró hatalom ellen kell védekeznünk. Ez a mi felelősségünk nem csak a magyar kormányé, hanem minden magyar emberé. Mindannyian látjuk és tudjuk, hogy csak az összefogás, az egymásért történő kiállás hozhat eredményt. Ez még a természeti, biológiai csapásokat is legyőzi. Ez segíti, hogy fegyelmezettségünkkel úrrá tudtunk lenni a mostani szörnyű járványon, és a világon is kiemelkedő módon a lehető legkisebb szenvedésekkel és veszteségekkel meg tudtuk védeni életünket, értékeinket, gazdasági lehetőségeinket és fejlődésünket, amelyben döntő jelentősége van polgári keresztény kormányunk döntéseinek, határozatainak. Kedves barátaim, bíznunk kell abban, hogy erősek vagyunk, hogy együtt tovább tudunk menni az általunk kitűzött úton. Az elmúlt években bebizonyítottuk, hogy az újításoknak és változtatásoknak köszönhetően Magyarország a kontinens egyik legdinamikusabban fejlődő és erősödő országává vált, és ezen eredmények következtében idősödő, fogyatkozó nemzetből
fiatalodó, megújuló nemzetté váljon. Az ezredéves bástyák rég voltak olyan erősek, mint ma. Építsük hát tovább együtt nagy királyunk örökségét. Szent István király napja a keresztény-magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Magyarország születésnapja. Isten éltessen sokáig Magyarország. Az alpolgármester múltidéző és jövőbe tekintő beszédét követően a jelenlévők megkoszorúzták a Simor Márton által készített emlékművet. A programok kora délután a Városházán folytatódtak az ünnepi testületi üléssel, a városi kitüntető címek átadásával. Ez az állami ünnep különös jelentőséggel bír Kalocsán, hiszen államalapító Szent István király úrnak Asztrik Kalocsa ülésen hozta a koronát. Ez, hogy az 1000 éves város így fennmaradhasson, ehhez akkor is és napjaiban is ilyen elkötelezett emberek értek városokra. Ezért, hogy ez a jelentős ünnep alkalmával döntöttünk önkormányzatunk, hogy a mai ünnep alkalmával hagyjuk át városi kitüntetődéjakat. Az ünnepség keretében vehette át díszpolgári címét Leányfalusi Vilmos karnagy orgonaművész. Ezt követően Kalocsa városában több mint 20 éven át végzett áldozatos és lelkiismeretes munkájuk elismeréseként címzetes főorvosi díszoklevelet adományoztak Kovácsné dr. Szejc Klárának és Koncné dr. Török Ildikónak. Szintén az ünnepség keretében vehette át Mácsai Ferenc Imréné az 50 éve szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesített hivatása elismeréséül a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző karának aranyoklevelét. Dr. Zahorec László 50 éve végzett áldozatos munkájáért Csáki Imre díjat kapott, Lackó Zoltán pedagógus pedig Kalocsa város ifjúságának neveléséért Dreisiger Ferenc díj elismerésében részesült. Csupol Zsolt Jánosné tudományos munkájával érdemelte ki a Tóth Mike díjat, míg Kákonyi Istvánné Kalocsa népművészetének értékeinek ápolásáért, továbbadásáért végzett magasszintű tevékenységével érdemelte ki a Király Jús díjat. 2020-ban Farkas Tibor szobrász vehette át a Hajnal Lajos díjat, Tóth Emese Marianna pedig 35 éves közművelődésben töltött szolgálatáért a Ciráki Imre díjat. Dr. Kovács György a város lakóiért végzett munkájáért Kalocsa város közszolgálatáért Pozsó Ferenc díj elismerésben részesült. Az egészségügyben töltött 42 évnyi munkájáért Dr. Csábi Péter Kalocsa város egészségügyéért Ilk Viktor díj elismerésben részesült, kitüntetését Dr. Máté Éva vette át. Kalocsa város képviselő testülete a városban végzett munkájáért, Kalocsa város gazdaságáért Vidacs István díjat adományozott Gál Istvánnak. A város sportjáért végzett tevékenységének elismeréseként Vatai László díjban részesült Németh Zoltán, a KSE evezős szakosztályának edzője. A szociális munkáért járó díjat a koronavírus járvány alatt végzett magas színvonalú munkájukért a szociális központ dolgozói vehették át. A város ifjúsági díját pedig ifjabb Kovács Miklósnak adományozta a testület. Az idei évben Kalocsa város polgármesterének kitüntető díjában a Bács-Kiskun megyei oktató kórház Kalocsai Szent Kereszt kórházának dolgozói részesültek. Népviseletbe öltözött hívekkel együtt így vonult az ünnepi menet a Szent István király templomból az Asztrik térre, ahol augusztus 20-án a hagyományok szerint itt tartották a kenyérszentelést. A városi ünnepségen a himnusz közös éneklése után a helyi alapfokú művészeti iskola növendékei adtak műsort, majd Váci Attila szavalt az egybegyülteknek. Ezt követően dr. Mészáros István prépost kanonok méltatta az ünnep fontosságát. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében könyörögünk, mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és bajt. A mi Urunk,
Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az ünnepségen dr. Filvig Géza, városunk polgármestere is szólt a résztvevőkhöz. Rövid beszédében kiemelte, hogy az államalapításnak egy jeles napján a régi hagyományokat felelevenítve gyűltek most össze a kalocsaiak is. Ezen a napon ünnepeljük az aratás végét, az új kenyeret is. És hogyha belegondolunk, hogy milyen csodálatos a természet, hogy egy magot a földbe ültetünk, majd az kalásszá sarjad, és aratás, őrlés, feldolgozás, sütés után az asztalunkra kerül kenyerünk formájában. És mit is jelent nekünk a kenyér? Kenyér nélkül nem tudunk élni. Az összejövetel végén a városvezető felvágta a megszentelt új kenyeret, amelyet szét is osztottak a jelenlévők között. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!